Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Dobos László úr, Karcagváros polgármestere, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, én is sok szeretettel köszöntöm Önt is, és a kedves televízió nézőket is. Polgármester úr, vége van a nyárnak, lezajlottak a város nagy rendezvényei, legutóbb, mikor itt járt nálunk, akkor a birkafőző fesztivált értékeltük. Augusztus 20-án megtartottuk a Szent István napi ünnepségeket. Hogyan értékeli polgármester úr? Igaz, hogy egynapos volt a rendezvény, de nagyon színvonalas és nagyon sokrétű program várta az érdeklődőket. A nemzeti ünnepeinket mindig méltó módon szeretnénk megünnepelni, így volt ez március 15-én is, augusztus 20-án is, remélem, hogy így lesz október 23-án is. Augusztus 20-án természetesen Szent Istvánra és az új kenyérre emlékezünk. Valóban egynaposra terveztük ezt a augusztus 20-át, ennek több oka is van. Elsősorban a takarékosság évét hirdettük meg az év elején, és úgy gondoltuk, hogy az ünnepeket is eszerint kell, kevesebb pénzből kell megoldani, természetesen ettől függetlenül méltó módon, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Ez nem csak az én véleményem, hanem a hozzám érkező információk alapján is az emberek jó része meg volt elégedve. A másik oka az volt, hogy tudtuk, hogy a közeljövőben sor kerül a Kunok világ találkozójának nyitórendezvényére Karcagon, és így arra az időszakra is terveztünk még programokat. Nem akartuk, hogy a kettő túlságosan sok legyen. A harmadik indok pedig az volt, hogy egynaposra terveztük ezt az augusztus 20-át, hogy ez volt az az utolsó hosszú hétvége, amit az emberek még a mondjuk hogy az iskolakezdés előtt a családi körben tölthettek el, és az időjárás is olyan volt, hogy nagy valószínűséggel számítani lehetett arra, hogy az emberek még kihasználva a hosszú hétvégét elmennek kirándulni, üdülni. A következő nagy rendezvényünk szeptember 7-én, 8-án került megrendezésre, a Kunok második világtalálkozójának nyitó rendezvényeit tartották Karcagon, színes programokkal várták az érdeklődőket. Mi történt, polgármester úr, ez alatt a két nap alatt, aki esetleg nem vett részt, vagy nem tudott részt venni a rendezvényen, hogyan telt ez a két nap? Hát én úgy gondolom, hogy valóban összemosva az augusztus 20-át a Kunok második világtalálkozójának nyitó rendezvényével mindenki megtalálhatta azokat a programokat, rendezvényeket, ami az érdeklődési körébe tartozik. Színes programmal készültünk erre a két napra, könyvbemutatókkal, koncerttel és természetesen a fényponttal, a Kun kapitány avatással. Mindenki nagyon jól tudja, hogy egy karcagi, nagyon rátermett fiatalember lett a nagykun kapitány. Korábban lett megválasztva, de most lett beiktatva, ifjabb Bene Sándorról van szó, és én úgy gondolom, hogy valóban méltó módon került sor a felavatására, beiktatására. Illetve még megnyitották a kazak konzulátust, azt is átadták aznap délután, amikor lezajlott a beiktatási ceremónia. Milyen volt ez a rendezvény? Miután ugye a kazakokhoz, ottani kipcsak törzsekhez nagyon erőszálakkal kötődnek a kunok, úgy gondoltuk, hogy ezt a programot is mindenképpen be kell venni. Szerencsére a kazak konzulátus nagykövete is tudott időszakítani erre az eseményre, és itt volt körünkben. Ő vágta át a szalagot és adta át ismételten a kazak konzulátust, a tiszteletbeli kazak konzulátust a városházán. A hétvégén Kunszent Miklóson megtartották a Kunok második világtalálkozójának záró rendezvényét. Egy karcagi delegáció is képviselte magát, polgármester úr is jelen volt. Hogyan telt ez a nap, ez a rendezvény, milyen élményekkel tértek onnan haza? Hát a kunok természetesen arra számítanak és úgy dolgoznak, hogy a hírnevüket méltóképpen vigye a világba az összes hírcsatorna, és ennek megfelelően szerveztük mi is itt Karcagon a nyitórendezvényt. És egy kicsit furcsa, hogy mindössze két hét telt el, és már a záró rendezvényre került sor. Ez nem azt jelenti, hogy tulajdonképpen a világtalálkozónak a rendezvény sorozatai befejeződtek. Több településen még nagyon-nagyon sok hagyományápoló rendezvényre kerül sor a későbbiek folyamán is. Nyilvánvalóan az időjárási viszonyokat is figyelembe véve tervezte meg a
úgy, hogy ez a záró rendezvény a mostani hétvégén kerüljön sorra. Méltó módon ünnepeltük ott is a kunokat, az identitástudat továbbvitele nagyon-nagyon fontos. Én úgy hiszem, hogy ez a két komoly rendezvény, ez alapot ad arra, hogy továbbra is itt legyünk, és méltóképpen legyünk elismerve ebben a hazában. Hétvégén ismét újabb nagy rendezvény lesz Karcagon. Szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Lovasnapok. Ez a program tavaly elmaradt, az idén viszont újra berakták a programtervbe. Erről mit kell tudnunk, polgármester úr? Én nagyon remélem, hogy ismételten egy színes program sorozattal állhatunk a közönség elé. A lovasport föllendelőben van nem csak Karcagon, hanem az egész országban, és egy nagyon szép hagyományt szeretnénk tovább folytatni ezzel a lovasnappal. Ez is a hagyományápoláshoz, és azért is nem hagyományőrzést említek, mert úgy gondolom, hogy a hagyományokat ápolni, éltetni kell, és ez a helyes kifejezése annak, hogy emlékeinket méltó módon tudjuk továbbvinni, tehát itt is egy hagyomány ápolásról van szó, a lovasport további felélesztéséről, szinten tartásáról, és ezen a hétvégén ez még meg lesz tűzdelve egyéb más érdekes rendezvénnyel, így például, ami ismételten nagyon-nagyon fontos meggyőződésem szerint, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendezvényre is sor kerül, és az energiagazdálkodással kapcsolatos eseménysor is lesz, egészen pontosan a lovas postakocsitól az elektromos autói címmel egy kiállítás megrendezése kerül sor a főtéren, illetve ezzel kapcsolatban a Városházán egy konferenciát is tartunk. Nagyon úgy tűnik, hogy jó hétvége lesz, jó idő lesz, úgyhogy várjuk a kedves lakosságot, hogy jöjjenek ki az Uglógerbe. Én is csak erre tudok biztatni mindenkit, hogy látogassanak el minél többen. Biztos vagyok abban, hogy nagyon szép rendezvényre kerül sor. Polgármester úr az előbb említett, hogy a takarékosság évét éljük. Ugye az önkormányzat eddig nagyon takarékosan gazdálkodott. Mit mutatnak a számok? Meglett a gyümölcse a takarékos gazdálkodásnak? Ezen a héten kerül sor a soros testületi ülésünkre, és itt fogjuk tárgyalni a költségvetésünk első félévi teljesítését. Hát a szigorú takarékos gazdálkodás meghozta a gyümölcsét a számok alapján, hiszen a bevételek 62%-on állnak az első fél évben, a kiadások pedig 59%-on. Ez mind a kettő nagyon szép eredmény, úgy hiszem, hogy nem hiába dolgoztunk korábban, és követeltünk meg nagyon szigorú költségtakarékos gazdálkodást. A városban ugye mindig nagy figyelmet kapnak a felújítások, most is van jó néhány futó nagy beruházás a városban, az egyik ilyen a kórház felújítás. Ugye a kórház most már állami kézben, állami kezelés alatt áll, de polgármester úrék, az önkormányzat azért rajta tartja a szemét a kórház felújításon. Mit lehet erről most tudnunk, hol tart most ez a felújítás? Ezt mindig is hangoztattam, és ezután is hangoztatni fogom, hogy természetesen, miután ez a kórház Karcagon van, elsősorban karcagi betegeket ápolnak, ott elsősorban karcagi dolgozókat alkalmaznak, így a figyelmünk nem lankad a kórház irányában. A legfrissebb értesüléseim szerint ezen a héten fogják hozni azokat a gépműszereket, amely a intenzív osztály működését fogja segíteni, és október első heteiben fogják szállítani a CT-t, illetve a digitális röntgen berendezést. A másik ilyen nagy beruházás a fürdőfelújítás. Hol tart most ez a felújítás, ez a beruházás? Hát egy látványos szakasztához érkezett, és én szeretném hangsúlyozni, hogy a rossz idő beálltával én is szeretnék már a fedett uszodával úszni. Nyilvánvalóan minden más strandolni és úszni vágyó karcagival egyetemben. Árguszi szemekkel figyeljük a beruházásnak a folyamatát. Most valóban egy látványos szakaszához érkezett, a vastraverszeket bizonyára látták az arra járók, kerültek felállításra, és remélem, hogy rövidesen a ponyva is a helyére kerül, és
onnantól kezdődően azon a területen is folyhatnak azok a csempézési, burkolási munkálatok, amit tulajdonképpen zárt környezetben lehet elvégezni. Egyébként a recepciós, öltöző részek, azok már majdnem teljesen készen is vannak. Még egyszer mondom, a rossz idő beálltával remélem, hogy fogjuk tudni használni. Egyébként, mint minden ilyen hatalmas nagy építkezésnél, mert azért ezt akkor fogják látni az odalátogatók, amikor valóban a közelébe lesznek, vagy ott lesznek a medencék szélénél, kívülről nem tűnik olyan nagynak, de mikor ott áll az ember a leendő sátor közep alatt, akkor borzasztó nagy monstrum épületről van szó. Mindig előfordulnak tervezési, kivitelezési hibák, ami lassítják az előrehaladást. Hát sajnos be kell valami, itt is voltak ilyenek, ezeket természetesen szorgalmazzuk kijavítani és minél előbb átalakítani. Tehát akkor azt lehet mondani gyakorlatilag, hogy a tél elejére, ha reményeink szerint elkészülhet ez a beruházás. Ez így van. Még egyszer mondom, nagyon erősen szorítjuk a kivitelezőnek a nadrág szíját, hogy minél gyorsabban dolgozzon, és minél precízebben, pontosabban végezze a munkáját. Ugye arról beszéltünk az előbb, hogy hamarosan itt az év vége, sajnos jön a rossz idő. Mire számíthat a város 2013-ban? Hogy indulunk neki? Milyen intézkedéseket fognak eszközölni? Van-e már valami terv? Komoly terveink vannak a következő esztendőre is természetesen, annak ellenére, hogy egy biztos, hogy ez a bizonyos takarékos gazdálkodás az meg kell, hogy maradjon, mert a jelek azért arra utalnak, hogy sokkal több pénze a városnak nem lesz, de ahhoz, hogy tervezni tudjunk felelősségteljesen, ahhoz mindenképpen meg kell várni az országos költségvetés elkészültét, azokból a számadatokból fogunk tudni kiindulni, és az alapján fogunk tervezni megfelelő felelősséggel. Hamarosan kialakításra kerülnek a járások. Ez mit jelent a városunk életében? Mit kell tudnunk ebben a témakörben? Hát mindenképpen büszkeséggel kell, hogy eltöltsön bennünket, hogy Karcag járási székhely lesz, és továbbra erősíti a központi szerepkörét itt a Nagykunságban. Nem véletlenül a Nagykunság fővárosa. A járások kialakítása már most, illetve a szervezése folyamatban van. Minden héten konzultálok a megfelelő szervekkel, tervezgetünk jegyzőúrral, hogy hogy legyen, mint legyen, mert itt nem csak személyi, hanem tárgyi, sőt, hely gondokat is meg kell oldani, illetve olyan feladatok vannak, amit a folyamatosan kapott információk alapján tudunk végrehajtani. A karcagi lakosok ebből csak profitálhatnak, hiszen itt kialakításra kerül egy kormányablak is, ami az ügyintézés megkönnyítését fogja szolgálni. Mit tudhatunk erről esetleg valami bővebbet? Tehát említette azt, hogy ilyen helyi kérdések, tehát lehet-e tudnunk arról valamit, hogy ez hol lesz helyileg? Hát egészen pontosan a központja a Városházán lesz természetesen, hiszen az a célunk, hogy ha már az emberek az ügyintézés folyamatában fölkeresték a Városházát, akkor továbbra is ott találják meg azokat a irodákat, ahol ügyeiket intézhetik. Na most, hogyha a Városháza kicsi lenne ehhez, akkor kell keresnünk még olyan helyiséget, természetesen a város centrumában, ahova szintén könnyedén eljutnak az ügyeiket intézni akaró polgárok. Vannak is erre megfelelő helyiségeink. Nyilvánvalóan a legalkalmasabbat fogjuk igénybe venni, ha erre szükség lesz. Június 29-én letették az elektronikai hulladék szétszerelő üzemnek az alapkövét. Hol tart most ez a beruházás? Nagyon fontos munkahelyteremtő létesítmény lesz ez. Továbbra is tartom azt, hogy legalább 150-160, lehet, hogy még több embernek is fog tudni munkát biztosítani ez a illetve szétszerelő üzem. Jelen pillanatban a kivitelezőknek a kiválasztása zajlik. Nyilvánvalóan sokan rárajtoltak erre a nagy beruházásra, és ahogy ismerem az Ipari Park Kft. Ügyvezetését, e körül szorgoskodó emberek felelősségtudatát, nagyon alaposan vizsgálják minden egyes pályázatot, minden egyes pályázót, és
biztos, hogy a legalkalmasabbat fogják kiválasztani. És akkor, ha ez lezajlik, akkor utána elindulhat akár az építkezés? Természetesen meg is fog kezdődni az építkezés ebben az évben már, és nemrégen beszéltem Varga Nándor ügyvezető igazgató úrral, úgy tűnik, hogy fogják tudni tartani azt az időpontot, amit az alapkő letételekor megígértek számunkra. A közeljövőben egy másik változás is lesz, nem csak városunkat érintően, hanem országos szinten is. Városunkat úgy érinti ez a dolog, hogy a Nagykunvíz és Csatornamű Kft. Beleolvad a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-be. Ez mit jelent majd a gyakorlatban? Mit kell tudnunk erről? Megpróbálom nagyon egyszerűen elmondani, hogy mindenki megértse. Tehát a törvény úgy határozott, hogy vízi közmű szolgáltatást egy bizonyos lakosság egyenértékhez, magyarra lefordítva egy lakosság számhoz kell kötni. Ennek megfelelően olyan szolgáltatót kell találni, vagy kialakítani esetleg, ami ezt a lakosság számot, lakosság egyenértéket biztosítani tudja. Információink szerint ez akár 150 ezer lakosság egyenértékre is fölmehet, vagy lakosság számra is fölmehet. Ez természetesen még egy megye székhely sem tudja produkálni, úgyhogy mindenképpen csatlakozni kell más településekhez, így vagy valamilyen olyan céghez, amelyik tudja szolgáltatni ezt a lakosság számot. A feladat adva volt, nekünk egy olyan szolgáltatót kellett keresnünk, aki tudja biztosítani megfelelő szakmai, anyagi háttérrel rendelkezve azt, hogy a víz és szennyvíz elvezetés továbbra is biztosított legyen, hálózat karbantartás biztosított legyen a városunkban, és a sok kérő, mert azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan megkerestek bennünket természetesen közül, én biztos vagyok abban, hogy a lehető legalkalmasabbat, a TRV-t, a Tiszamenti Regionális Vízműveket választottuk ki. Ők fogják majd szolgáltatni az ivóvizet, ők fogják szolgáltatni a szennyvízzel kapcsolatos feladatokat, ők fogják a hálózatot kezelni, fogják alkalmazni a díjbeszedőket. Nagyon fontos, hogy a Nagykunvíz és Csatornamű igen sok a dolgozóknak a több mint a felét átvették, és folyamatosan, jogfolytonosan alkalmazni is fogják őket. A város kezelésében a Nagykunvíz és Csatornamű marad, amelyik el fogja látni a strand működtetését, illetve a kemping működtetését. Polgármester úr meg is válaszolta a következő kérdésemet, amely az lett volna, hogy a strand akkor kinek a kezelésében lesz. Hát így természetesen a Nagykunvíz és Csatornamű kezelésében lesz. Így azon túl, hogy anyagilag egészen jól járunk a Tiszamenti Regionális Vízművekkel való kapcsolattal, biztosítva van az is, hogy a dolgozóknak a jogfolytonos munkája, ami a mai világban igen lényeges és fontos, továbbra is biztosított legyen. Beindult a munka az őszi szezon az önkormányzatnál is. Polgármester úr, mik a legfontosabb intézkedések, milyen ősz előtt állunk, milyen témák vannak most úgymond terítéken? Hát abban sem maradt itt a nyár folyamán sem a munka, hiszen rekordszámú testületülésre került sor, ezek soron kívüli testületülések voltak. A képviselőkre, a hivatal dolgozóira nem igazán vonatkozik a nyári vakáció. Ha megoldandó feladatok vannak, akkor természetesen össze kell ülni. Ezek a soron kívüli ülések, ezek mind olyan ülések voltak, ahol nagyon-nagyon fontos és gyorsan intézendő reagálást kellett végrehajtanunk, de valóban a hivatalos ülésezési időszak az most kezdődik szeptembertől. Hát a legfontosabb természetesen majd a közeljövőben a költségvetésnek a kialakítása lesz, de az év folyamán több olyan téma is előkerült, ahol új rendeletalkotásra vagy rendeletváltoztatásra lesz szükség. Ezeket a feladatokat tartom a legfontosabbaknak. Akkor nem fognak unatkozni az ősszel sem. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfáradt hozzánk, és megosztotta velünk ezeket a nagyon fontos és aktuális információkat, és visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a
meghívásra, és természetesen mindig állok rendelkezésre. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket!